Sziasztok, itt Attila, ez pedig a Gamehalom csatorna Terra Invicta sorozatának hetedik része. Az előző részben összeraktuk Európát, mármint megvolt eddig is Európa, mint kontinens is, meg az Unió is, de a lényeg az, hogy egyesült, és most Európai Unió néven vagyunk így, mint egy egységes ország. És akkor folytassuk is tovább, ahol abba hagytuk. Őszintén szólva, hogy innen tovább, az egy érdekes kérdés, hogy innen hova tovább. Németországot tök jó lenne magunkhoz csattolni. Egyetlen egy gond van, ugye van itt egy akadémia, amelyik ugye, hát úgy van, itt el van. Hova rakod az izét? Azt úgy mutassad nekem. Aha, nekünk csökken ott a támogatottságunk, az akadémiának is csökken, nem nagyott, az akadémiának egyáltalán nem nagyott a támogatottsága. Valahogy őket onnan ki kéne szórnunk. Akárhogy. Szerintem azt fogjuk csinálni, hogy növeljük a támogatottságunkat továbbra is. De nem te vagy, várjátok, ez melyik képességgel? Persuasion, de ez te vagy, neked kell. Ez tök jó, gondolom azért küldtelek oda, hogy az Európai Unióban növeld a támogatottságot, de menj ide, és folytasd ott, úgy. Te neked itt igazából szerintem nincs semmi dolgod, viszont van alien aktivitás, amit ellenőrizhetsz. Nagyon jó. Te hölgyeményem, Purge! Espionage 4. Standing by. Ready for orders. Te neked jó nagy az espionage. 0% esélyed van, az úgy jó, és így 2. Oké. Okay. Az úgy nagyon esélyes. Valakit meg tudunk ölni? Taiwanba tudjuk egyedül, hogy ott van. Azt én miért akarnám megölni az ügynököt, aki Taiwanba van? Ezt a helyet nem fogjuk tudni beépíteni magunkhoz. Tök jó lenne, hogyha el tudnánk foglalni, de nem nagyon akar összeönni. 2% eséllyel nincs esélyünk. Crackdown. And make it... Start. Mi ez? Investigation stat kell hozzá? Neked van, de neked viszont nincs az a képességed. Nagyon jó. Ő lenne az, aki igazából meg tudná ezt csinálni, hogy itt ezt elintézzük, de neki nincs képessége hozzá. Igazán szomorú. Ti még az Európai Unióhoz tartoztok? Nem. Okosak ám ezek a másik csoportok itt, mert fogják, és azt mondják, hogy ugye kilépnek az Európai Unióból, hogy nehogy egyesíteni tudjuk magunkat velük. A fenéért vagytok itt egyébként ennyire? Ja, hogy ti terjeszkedtek máshol is azért. Nagyon nem egységesen próbálnak területeket gyűjteni, hanem mindenhol össze-vissza próbálnak. Meg tudjuk nézni, hogy mekkora hűségük van egy-egy ügynöknek. Önmagadat nem bírod, gondolom, feltételezem. Jó, tudod mit? Legyen, ő legyen. Dávidot. Dávidot ellenőrizd. Úgy, oké, és akkor mindenkivel meg vagyunk. Az állomással mi a helyzet? Az állomás végzette itt az épületével, amit kellett neki építeni. Nem, szerintem az még épül. Szerintem az még épül. Igen, ez még építés alatt van. Jó, hát akkor figyeljetek, akkor ennyi volt, amit akartunk csinálni. Nagyon sok mindent csináltunk. Picit el vagyok veszve, hogy innentől kezdve hova tovább igazából. Azon kívül, hogy ugye gyűjtjük a technológiát, próbáljuk Németországot megszerezni, meg hasonlók, meg Magyarország egy idő után csatlakozni fog az Európai Unióhoz. Mármint úgy, mint integrációsan is. De hogy ezen kívül, hogy mit csinálhatnánk ténylegesen, kicsit az én tudásaim el vannak veszve. Oké, okay, investigate-elte. És 13 a lojalitása annak a személynek. Az nagyon jó. Gondolom. Neki lehet, hogy 2. Ami nem sok. Ami nem sok, valljuk be.
tekintve, hogy a többi szám milyen értékeket mutatnak. Tehát a 6 az már olyan egész jó, a 8 az már kifejezetten jó. Oké, ezt neked permanensen szeretném, hogy csináld. Németországban. Oké, te is. Javítja a hírnevünket ott. Angliát nem fogjuk tudni elszedni, ők itt ezt így megszerezték, az akadémia. Ez a mi vízünk? Ja, ez Európai Unióhoz tartozik. Vagy nem is vizek teljesen, mert ott szigetek is vannak. Alien aktivitás. Oké, egy kis bónuszt kaptunk a kutatásainkra. Kíváncsi vagyok, hogy mennyivel változik esetleg, mert most ugye növekedett elég rendesen, egy 10%-kal megdobtuk a támogatottságunkat. Tökre örülnék, hogy a támogatottság által ugye meg tudjuk. Oké. Holland is lemondta a nagyszerű Európai Unióval a kapcsolatát. Mindenki így nyomkodja lefele. Na, 0%. Viszont 3-ig föl tudjuk tolni. Larger allies. Target mission difficulty 6. Defend interest. Ennyit ad hozzá, és ennyit von le belőle? Akkor hogy lesz 3% akkor? Milyen keményen tudod mindegyik helyet. Mondjuk van egy pár hely, amit el tudsz venni. Kár... Yorick Lovers, Belize, Borkin, Denmark. Itt el lehetne venni? A dánokat lehet magunkhoz tudjuk rakni, sőt, kifejezetten esélyes, mert ők még Európai Unióhoz tartoznak. Oké, ezt relatív, úgy figyelj, hát... Jó, ezt 4-gyel így csináld meg nekem. Ezt vedd el tőlük, az nagyon jó lesz, te ezt itt kikutattad. Ezen kívül mit tudsz csinálni? Tudod támogatni így az embereinket? Investigation. Meg felküldhetjük az űrállomásra. Meg adminisztrációból is jó. Te nem tudsz kapni esetleg valamit innen? Mert hogy alig tudsz valamit csinálni. Ez mit csinál? Kampányolást tud csinálni, stabilizálni tudja az államot. Ez nem a legérdekesebbek. Mit szeretnénk csinálni? Te elég magas vagy investigationből, meg adminisztrációból. Valami volt, amit tudom, hogy akartam vele csinálni. De mi volt? Tök itt mondjuk veled. Crackdown. Ezt a crackdownot kéne. Nem veletek. Itt várjátok, itt meg lehet ezt nyitni. Így. Ezt a crackdown-t feled kéne tudnunk megcsinálni. Steel Project. Crackdown. Egyik se ad ilyet. Bár itt viszont van advise, az viszont van stabilizálás. Olyanunk nincsen, és public campaign, az sincsen neki. Oké, azt nézzük meg, hogy ezek egyáltalán megérik az ő statjával. Tehát ugye a public campaign azt a fajta statot használja. Az államnak a stabilizálása... Ez, az meg azt a statot használja. És neked... A persuasionod nem olyan rossz alapvetőleg. A commandod az semmi, az kuka. Ez mibe kerül? 920-ba? Figyelj, vegyük meg neked. Úgy, megvettük, és akkor most már tudsz te is kampányolni. Be is küldünk téged, hogy kampányoljál itt nekünk. Tehát, gyere a dánokhoz.
Gyere a dánokhoz, tudod, hogy még kapsz is pénzt. Még kapsz egy tíz pénzt. Valami, nem tudom, az pontosan mennyinek számít. A lényeg az, hogy kap egy kis pénzt. Mi csináltunk egy ilyen survey location-t. Hát, ha megtaláljuk, hogy... Hogy hát, ha van itt egy ügynök, tudjátok, akit találunk, és akkor el tudjuk intézni, hogy ne korlátozza itt a munkálatainkat. De egyelőre nem úgy tűnik, mintha találtunk volna. Initiating recon. Jó, ezt elkezdte. Szóval ezt most így csinálja, jól értelmezem. Ja, egészen amíg le nem jár ez a küldetése, addig csinálja. We're winning their hearts and minds. Public opinion is moving in our direction. Hol van ekkora támogatottságunk a izéknél? A dánoknál ennyire kicsi. Most emeltük 17%-ra. Jó, akkor csináld még egy darabig. Olyan pozitívan fognak ránk gondolni, legalábbis azokban az országokban, ahol mi vagyunk, hogy valami hihetetlen. Tiszta propaganda. Purge mission succeed. Success. Ez az. Most már ez a miénk. Még egy kontrollpontot el tudunk foglalni, és akkor a dánok teljesen a miénk, és aztán, hogyha szilárdult a hatalmunk, akkor onnantól kezdve akkor... Mi neked a feladatod? Ja, te el tudnál venni megint területet. Purge esetleg 5% az. 89% ez a rész. A Cseh Republic. Ó, ők is Európai Unióhoz tartoznak még. És még nem szilárdult meg a hatalmuk. Szlovákia is az Európai Unióhoz tartozik. Őket. Szlovákiát. Most megyünk végig Európán, és mindenkit, akit tudunk, még visszaszerzünk, aki még az Európai Unióhoz tartozik. Itt a Balkán, vagy északi Balkán részek, így nevezi. Jó az nekünk. Románia is még az Európai Unióhoz tartozik. Ukrajna sose tartozott, persze. Oroszország se. Ennyire már nem akarok elmenni viszont ide oldalra. Ez még 39 napot meg kell várnunk, és akkor utána lehet Magyarországot hozzáadni az Európai Unióhoz. Ha minden igaz. Remélem nem kell, hogy határosak legyünk vele, mert az nehéz lesz. Az nehéz lesz. Ez már nem tartozik az Európai Unióhoz, és Olaszország sem tartozik az Európai Unióhoz. Jó, viszont beállítottunk mindenkit, szóval jobb híján. Én szerintem figyeljetek, srácok, tehát, hogy én 99%-ig biztos vagyok benne, hogy ki fogok kapni az alienektől. Tehát annyira nehezen rakom össze, hogy mit, merre, hogyan, és egyébként segítettetek a komment szekcióban, tehát adtatok tippeket. Nem is egyet. Ezzel ellenére ez nem... Hú, micsoda támogatottságunk van. Na, egy új technológiát fejlesztetünk. Management, Xenoflare Defoliation. Xenology Lab. Alien Metódzus. Aha, tudjuk érzékelni azt, hogy az alienek milyen kapcsolatba lépnek az emberekkel. Jó, ezt kezdjük el ezt kutatni. Itt hogy állunk pontügyileg? 1200, közel nincsen senki hozzánk. A másikokba 195-öt rakunk bele. Jó, mondjuk azt csak 10%-ot fektetünk bele. Ide megy 30-30%. Szóval teszteljük azt, hogy ugye ilyen űrrakétákat, hogy hogyan tudunk az űrben rakétákat felküldeni, és nem űrutazás, tehát hogy nem úgy, hogy az űrbe utazhassunk, hanem úgy, hogy lelőrjünk egy ilyen műhold. Jó, műhold, utána néztünk. Viszont, hogyha megcsináljuk, akkor a világon mindenhol csökken a vélemény rólunk, növekszik a technológiánk, a katonai technológiánk 0,1-jel, ami nem hangzik túl soknak egyébként, növekszik a szemét az űrben,
és több befektetést fogunk többet fogunk belefektetni az ilyen űrprogramokba. Engem, ezt lehet egyébként ezt el kéne fogadnom, de engem annyira nem érdekel ez az űrprogramos díj, és most inkább ezt kihagynám. Control Nation, successful, nagyon jó. A dánok azok az uralmunk alatt vannak. Most már ezt csak meg kell védenünk ezeket a control pontokat, és innentől kezdve jók vagyunk. Oké, a törökök azok úgy döntöttek, hogy a dánokkal befejezik a szövetségüket. Iceland is befejezi a szövetségét. Jó, eddig sikeres. Eddig sikeres. Jó, akkor te itt kérlek kezd el foglalni. Valakit innen meg kell kérnünk, hogy... Te vagy az, akinek a legkevesebb olyan képessége van, hogy növelje a véleményt rólunk, szóval ide jössz és a kontrollpontot megszerzed Szlovákiában. Te pedig folytatod a purge-ot. Nézzük, mi van még itt. Igen, az Észak-Balkán részek, Romániát is lehetne akár simán. Itt is lehetne. Ne, legyenek a svédek. A svédek az egy erős gazdaságnak tűnik nekem. Jó, mondjuk ez így most egybeírja az Európai Uniót, ahol egyébként minden megy, tehát hogy kezd a demokrácia tönkre menni, rossz a GDP, és még a közrend is kezd tönkre menni. Ezt hogy csináljuk azt, hogy ennyire minden? No nem baj, majd valami lesz fel. Nem baj, legyenek a svédeket fogjuk megpróbálni magunkhoz csábítani. Ezt a régiót itt most elszedjük, azt levédjük, teljesen jó. Van-e bármi, amit viszont tudok itt még ezen... Ó, tényleg az űrállomásunk. Ó, látjuk az alien űrállomásokat. Ezt már láttuk eddig. Ezeket nem láttuk. Ezek hol vannak? De rá lehet közelíteni. Hol vagytok vajon viszont? Az arcászati technológiátok az... Igen, az nem rossz. 112 az jól hangzik. Nézzük az Európai Uniónak, ezt vajon ugyanígy nézi? Mert itt nekünk ez 4,2. És akkor ezek szerint ennek a katonaságnak is egyébként 4,2, igen. Jó, hát el lesz kemve a szánk, mint a fene. Itt van az űrállomásunk, jó, ezt befejezték. Van is pontunk, hogy valamit lerakjunk ide. Mennyi energiánk van? 5, jól látom. És akkor lehetne egy military science-t rakni esetleg. Mit raktunk eddig? Military science-t. Oké. Nem akarunk rámenni a katonaságra ezek szerint. Kicsit se. Space science lehetne még. Materials. Life science. Legyen űr, ezt szeretnénk, igen. Teljesen jó. Oké. Okay. Viszont ezzel szerintem el is fog fogyni. Ezeket nem tudjuk itt összekötni, nem? Vagy lehet, hogy erre még tudunk majd bővítgetni? Majd akkor kiderül. Tudnánk egyszerre kettőt is, hogyha lenne elég pontom mindenből. Viszont energiánk nem lesz több, szóval, hogy valahogy csak tovább tudjuk majd bővítgetni több irányba, mert hogyha ide lerakok egy napkollektoros ilyen részleget, akkor igazából feleslegesen gyűjti az áramot, hiszen nem tudunk többet építeni a jelenlegi állás szerint. De gondolom akkor megjelennek itt az építési pontok, és akkor lehet majd ott is építeni. Jó, abszolút semmit nem fogunk elérni ebben a videóban, én úgy látom. Nem, valamit el fogunk kérni. Magyarország csatlakozni fog az Európai Unióhoz, és egyesül velünk. Növekedett a katonai technológiánk 0,5-tel, az egész világon a maximális növekedett. Ezzel megint katonait fejlesztünk. Nézzünk egy tech tree-t. Mik vannak? Oké, ez igazából csak további technológiákra jó, de melyik technológiák? Network Global Defense, Targeted Biological Warfare. Konkrétan vírust készítünk arra, hogy azzal intézzük el őket.
Rival Governance, Interplanetary Policies. Komoly. Oké, mi? Itt nincs katonai rész, itt se látok. Szóval ez mondjuk nem rossz, ez a technológia. Ehhez viszont kéne nekünk az Arrival Domestic Politika. Aztán, tehát az ilyen politika az érkezésükre jó formán. És utána meg kifejlesztjük az érkezésükre a törvényeket. Utána kifejlesztjük az érkezésükre a biztonságunkat. És akkor ebből jön az, hogy biológiai fegyvert, meg ilyen globális védelmeket csinálunk, meg ilyenek. Ó, itt van viszont Railgun. Principles of Space Warfare. Ez az, amit tudunk fejleszteni? Igen, igen. Szóval ez kell nekünk ahhoz, hogy tovább tudjunk haladni a többi katonai fejlesztéssel, amiket itt láthatunk. Nézzétek, hogyha ezt ugye kifejlesztjük, utána kifejlesztjük ezt a Warfare doktrinát, és utána ki tudjuk fejleszteni a Railguns-t, ami meg fegyverek. Maradjunk ennyiben. Combat Laser Particle. De ez kifejleszti ezeket mind, tehát onnantól kezdve ezek közül bármelyiket választhatjuk, és akkor ezek mennek tovább egy csomó másik katonai technológiára. Nézzetek oda, tehát látszik egy csomó katonai technológiához, nekünk ezt ki kell fejleszteni. Szóval erre fogunk tovább menni. Mi rámegyünk, hát ha össze tudom hozni azt, hogy megvédjük magunkat valamilyen formában, maximum lenúkozzuk a fejüket, meg a miénket talán, és akkor nem akarnak majd annyira itt élni, vagy bármit is kezdeni velünk, mert... Jó, hát úgy tűnik, hogy átvettük itt a hatalmat, mert ugye mi leszünk azok, akik... Komolyan nem tudtad 94%-kal átvenni ott a hatalmat? Svédeknél megvan az egyik hatalmi ág. És Purge-el el tudjuk őket tüntetni. Jó, szakítsátok meg itt a kapcsolatokat. Nagyon jó. 27%. Ráadunk 32-t, és akkor 80. Úgyné. Te Léci, azt ott csináld meg. Oké? Okay? Tehát azt ott Léci. Pretty please. Hogy áll itt az állapotunk? Nagyon jól, nagyon jól. Oké, okay, szóval ahelyett, hogy ti mindketten itt növelitek a népszerűségünket, helyette inkább neked is van Purge. Crackdown, 4% crackdown. Várjunk, a crackdown az investigation alapján működik. Ja, neked a legnagyobb, de... Te nem tudod megcsinálni. Kinek a második legnagyobb? Neked. És te csinálod a crackdownokat. Várjál, és hogyha ide küldelek, 6% esély, 39% esély. Jó, akkor tartsátok még azt, hogy javítgatják ott a kapcsolatot nálunk. Te pedig gyere át ide, és ezt védd le azonnal, mert nem szeretném, hogy elvegyék tőlünk. Magyarország 8 nap, és onnantól kezdve akkor be tudjuk kapcsolni az Európai Unióba. Oké, levédtük Szlovákiát. Ella Alien Fleet Victory 6. Milyen naívak, hogy azt hiszik, hogy győzni fognak. Megérkezett egyébként a közelünkbe. External Affairs Reported. Pakisztán háborúba került. Palocsinsztával. Aha, ott háborúzgatnak. Ez tök jó. Ez nekünk tök jó. Addig, ameddig nem mellettem háborúznak, teljesen rendben vagyok. Az Európai Unió fog még egy katonaságot csinálni? Igen, 5% pénzt arra fektetünk igazából. Az nem túl sok. Azt kell mondjam egyébként. Az nem túl sok. Lehet ennél egy picit talán több is kéne. Most azt néztem egyébként itt az Európai Unióban, hogy valamit kezdeni ezzel a közrenddel, mert ez így nem lesz jó nekem. Jó, itt megint egy csomó szövetség megszakad össze-vissza. Jó, itt ez megvan, csak nincs levédve.
te kontrollpontot csináltál eddig, neked a feladatod az lesz, hogy ezt a területet le is véd. Magyarországot magunkhoz tudjuk kapcsolni. Te tudsz National Policy-t állítani? Igen. Gyere Magyarországra. Meg is nézzük, hogy be tudjuk-e kötni őket. Te neked Purge lett volna a feladatod, nem pedig Crackdown. No nem baj. No nem baj. Ők meg folytassák ott, amit csinálnak. 83%, 100%-ig felvisszük, addig lesz, akkor lesz a legnagyobb esélyünk átvenni Németország fölött a hatalmat. Oké, okay. Szlovákiát levédtük. Ha Németország csatlakozna az Unióhoz, az tök jó lenne. 4,5 billió. 7 billió. Leaf Federation. Nem tudjuk összekapcsolni szerintem. Lehet, hogy nem is Magyarországon kellett volna, nem az Európai Unióban? Ezt mindjárt megnézzük. War. Japán háborúzik Balocsisztánnal. Mert ne Japánra vigyél, Balocsisztánra vigyél, mert az nem tudom, hogy hol van. Nem baj, ha ez jó nekik, legyen így. Oké, okay, svédek teljesen a miénk. El is érkeztünk a limitre. Ennél többet nem is fogunk tudni csinálni. Oké, okay, te gyere ide az Európai Unióba, és lássuk, hogy ott meg tudjuk-e csinálni ezt az egyesítést. Magyarországot védjük le. Valakinek le kéne védeni viszont Svédországot is. Neked esetleg? Jó, te meg tudod csinálni. Menj oda. Úgy. Te viszont, gyere csak vissza ide. 4% esélyed van. Hát ez kegyetlen jó. És erre mekkora esélyed? 9% esélyed van. Jó, és mit mondasz arra? 16 pontot ráadunk. Hát, ha összejön. Hát, ha össze tudjuk hozni. Jó, Magyarország levédve. Svédország levédve. We have completed alien metódus. Oké. Okay. Tehát most már tudjuk érzékelni, hogy az alienek kapcsolatba lépnek az emberekkel. Tudjuk, hogy nem békés szándékkal jönnek. Aha, szóval embereket rabolnak el, és egyre növekszik az elrablások száma. Eleinte csak így random válogattak, hogy kiket raboljanak el, aztán pedig olyanokat raboltak el, akik rendőrök, gazdag ilyen bizniszemberek, tudjátok, törvényhozók, meg ilyenek. Uh-huh. Befolyást akarnak növelni. Igen, én is erre gondolok ez alapján. Na jó van szemem. Tessék jól működni. Embereket rabolnak el, és utána visszaengedik őket bántatlanul. Nagy esélyen módosítottak bennük valamit. Oké, okay, szóval az a küldetésünk, hogy küldjünk el egy ügynököt egy olyan helyre. Fejlesszük ki ezt a magazint. Ez 200 pont lesz, az nem sok. Az a 10 000-es egyébként azt csinálja, hogy az ilyen dimbes, dombos helyeken ott előnyt kapunk. Tehát jobb a katonaságunk azokon a területen. Ez az. Mi a helyzet itt? 80%-on vagyunk. Crackdown mission failed. Nem jött össze. Ez meddig van itt? Március, április, május, jó. Oké, okay, és a... Unification. Az Európai Unióba kellett. Az Európai Unió bevette Magyarországot. Nagyon jó. Magyarország innentől kezdve az Unió része. Látjátok? Gyönyörű. Tökéletes. És a jövőben... Itt 150 nap kell még, akkor Szlovákia is csatlakozik, 118 nap és a dánok is csatlakoznak, és 160 nap és a svédek is csatlakozhatnak. A németekkel viszont igyekszünk. Küzdünk, hogy ez megtörténjen. Viszont amondó vagyok, hogy őt, ezt az ügynökünket átküldjük ide. Ez tök jó, mert így igazából bármelyik helyre küldöm, az Európai Unión belül növelik a nem befolyásunkat, hanem a népszerűségünket. Ő... T-
te igazából... Te a katonaságot tudnád fejleszteni. Jó, oké. Kezd el az Európai Unióban akkor így... ilyen tanácsokat osztani, hogy hogyan tudja növelni. Ő viszont... Próbáljunk még egy crackdown-t. 32 pontért 31% esélyünk van, hogy sikerül. Próbáljuk meg. Te gyere ide Németországba, növeld a népszerűségünket. Téged is el tudlak ide küldeni, de abszolút nincs befolyási pontom már, hogy növeljem esetleg, hogy ez összejöjjön. Ez nem lenne jó. Akkor oké, te is gyere kampányolj itt Németországba. Tartsuk fenn az érdekeltségünket. És legyen úgy. A németek nagyon nagy gazdaság lenne, nagyon jó lenne magunkénak rakni teljesen. Így is egyébként egy jó része a miénk, ugye mert mi irányítjuk három irányítási pontját, de akkor is értitek, tehát sokkal jobb lenne, hogyha ez teljesbe az unió része lenne. Na, gyönyörű állomásunk. Hát akkor figyeljetek, mivel nincs több áram, ezért bővítsük akkor egy ilyen egy napkollektoros része. Ennél jobb ötletem nincsen. Ügynököt nem tudunk fölvenni. Nation, népek. Ja, ahol van befolyásunk. Aha. Habz az lényegtelen nekünk, fleetet nem látunk, és technológiák azok lassan készen lesznek. Ez itt lassan kész lesz például. Ők 15% bónusz kapnak erre. Nuclear fission in space. Ez tök jó, mert akkor ugye gyorsabban kész lesz. Oké. Okay. Nyújtott egy kis támogatást. Majdnem 0,1-del növeltem a katonai technológiánkat. Az szerintem kifejezetten jó. Az kifejezetten jó. Valamiért viszont csökken a katonai military score-unk. Az nem jó. Az nem jó viszont. Azt hittem amiatt, mert ez vörösbe van, de ezek szerint nem. Most minden szépen egyébként növekszik meg minden. Kivéve a demokrácia. A demokrácia az nem olyan jó. Az oktatás az csökken. Valamiért. Per capita GDP is csökken. De szerintem ennyi ország egyesítése az azért eléggé megüti ezeket a statisztikákat. Na jó, menjen. Álljon meg a játék a következő fordulónál, és akkor be is fejeztük. És remélem, srácok, jól szórakoztatok. Nem haladtunk túl sokat, de viszont maradjunk annyiban, hogy... Ó, ne, ezeket permanensnek kell állítani. Oké, valami probléma történt. Volt egy botrány, és ezt egy picit próbáljuk eltusolni. Ez érdekes, hogy ezt nem tudjuk. Ja, mert nincs annyi befolyásunk, gondolom. Jó, oké. Okay. Csak így megmondjuk azt, akik ezt a botrányt okozták, hogy mondjon le. Tök gyorsan haladunk technológiával. Remélem, hogy ténylegesen ez érződni is fog majd a jövőben. Mármint úgy értve, hogy tudjátok azért, ha jönnek az alienek, azért meg tudjuk tartani valamennyire magunkat. Nem nagyon, de azért valamennyire mégiscsak. Remélem, jól szórakoztatok, remélem csatlakoztok hozzám legközelebb is. Végre Magyarország hozzánk tartozik, Szlovákia is hozzánk fog, a dánok is, és a svédek is nagy eséllyel. Ők már fixen haladnak afelé. A németek azok kicsit nehéz még, oké? Okay? Tehát kicsit még nehéz. Viszont fix a hatalmunk ott, tehát mi vagyunk a főhatalmi ág, csak nem mindegyik a miénk, tehát nem tartozik minden hatalom a kezünk alá, emiatt nem tudjuk egyesíteni az Európai Unióval. Ezt meg kéne szerezni. Mennyi esély neked most crackdownolni? Nem neked? Neked. 8%. 31. Jó. Legközelebbi részre azt megpróbáljuk újra. Előbb vagy utóbb csak bejön, hogy ez a crackdown megtörténik, akkor utána egy purge-ot szerintem könnyebben meg tudunk csinálni. De addig is viszont. Sziasztok!